Folytatjuk a mokkát, vendégem Zsigmond Barna Pál, Újpest alpolgármestere, akivel a Madárfészek Ökölvívó Akadémiának otthont adó újpesti Halasi Olivér sportcsarnok fejlesztéséről beszélgetek. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt. Hát ugye Erdély Zsoltot ismerjük, szeretjük, van egy akadémiája, erről is szerintem nagyon sokan hallottak, viszont most mellé épült, vagy létesült egy kollégium. Mi szüksége erre? Tehát, hogy ismét visszatérünk őseinkhez, és ökölvívó nagyhatalom leszünk? Reméljük, mi büszkék vagyunk a magyar ökölvívás hagyományaira, és reméljük, hogy az akadémia csirája lehet ennek az ökölvívásnak, a magyar ökölvívásnak annak érdekében, hogy újra legyenek bajnokaik, újra legyenek olimpiai bajnokaink, ahogy Erdély Zsolt is büszkék vagyunk, mint világbajnokra, és büszkék vagyunk arra, hogy Újpesten működik a Madárfészek Akadémia. 2014-ben indult el ez a projekt, akkor kapta az Erdély Zsolt által vezetett akadémia ingyenesen használatba volt Halasi Olivér csarnokot, és ott került kialakításra egy modern 21. századi box ökölvívás központ, és ez a központ fejlődik most tovább a kormány támogatásának köszönhetően. Valóban, hát kollégiumi szobák kerülnek kialakításra, hiszen ma már ugye egy modern sportközpont úgy működhet, hogyha sok gyerek van, és a gyerekeket össze kell gyűjteni az ország minden szegletéből, sőt határon túlról is. És hát reméljük, hogy ez a kollégiummal bővülő sportközpont, ez a magyar ökölvívás igazi központja lesz, és hát, ahogy mondottam, remélem, hogy az eredmények is jönnek majd. Újpest eleve nagyon sportos kerület, talán az egyik legsportosabb. Igen. Budapesten. A legsportosabb város, így szoktuk mondani. Tehát... Legyen így. Tulajdonképpen akkor az is a cél, hogy ne csak újpesti gyerekek, ne csak a vonzás közelből éljenek gyerekek, hanem esetleg Budapest más részéről, Udambocsá vidékről? Igen, tehát Újpest a legsportosabb város, ugye 5-5-ször nyertük el idén májusban ezt a címet. Van egy ilyen versengés a 70 ezernél nagyobb lélekszámú városok között, és ebben Újpest 5-5-ször lett a legsportosabb város. Ugye nálunk működik az UTE, mert nagyon büszkék vagyunk, a 133-as egyesület. Először a Szent Újpestről, így van, tehát a zászlós hajunk nem csak sport értelemben, sok minden tekintetben is, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Madárfészek Akadémia is itt működik, és valóban azt reméljük, hogy nem csak Budapestről, Újpestről, az agglomerációból, hanem az egész országból összegyűjti majd a tehetséges ökölvívás iránt érdeklődő gyerekeket, és vannak lábai határon túl is az akadémiának, úgyhogy azt reméljük, hogy egy Kárpát-medencei központja lesz a magyar ökölvívásnak. Már most ott kialakításra került egy nagyon modern küzdőtér, egészségügyi háttér funkciók kerültek kialakításra, edzőtermek, tehát már most a Kárpát-medence legmodernebb ökölvívás centrum a Madárfészek Akadémia, és a bővítés után pedig tovább tud fejlődni. Ez jól hangzik egyébként, amit mond. Itt ez alkalmas ez a hely arra is, hogy esetleg budapesti, országos vagy akár nemzetközi versenyeket rendezzenek benne? Igen, voltak is már nemzetközi versenyek, tehát a magyar bajnokság döntőit ott rendezték remek hangulatban, mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön el egy ilyen ökölvívó eseményre, igazi show az ökölvívó verseny, illetve rendeztek ott már nemzetközi versenyt is, jöttek külföldről is vendégek, és mindenki nagy elismeréssel nyilatkozott arról, hogy Újpesten milyen nagyszerű központ került kialakításra. Ez jó, egyébként valóban így van, én voltam már ökölvívói kérdésen, hatalmas show, ez tévén keresztül nem jön át, ez is egy olyan sportág. Zsolta, lehet ott találkozni? Tehát, hogyha valaki most megy oda és szeretne ugye motivációt kapni, esetleg össze lehet vele futni? Igen, ez is az akadémia egyik előnye, hogy Zsolt nem csak a nevét adta hozzá, nem csak vezeti Vida Józseffel együtt ezt az akadémiát, hanem ott van, foglalkozik a gyerekekkel, tehát lehet tőle tanulni a bunyónak az alapjait. Úgyhogy ez ki is jelentette, most volt egy sajtótájékoztató, hogy hát eltökélt abban, hogy gyakran jár majd le, és hetente edzi majd a gyereket. Tehát lehet egy kicsit kesztyűzni vele. Lehet. Igen, bár nem ajánlatos. Korosztályt illetően az akadémia, illetve a kollégium milyen gyerekek befogadására készül? Minden korosztályt szeretne gyakorlatilag felszívni, elsősorban a fiatal felnőtteket. Tehát értem szerint a családból kiszakítani gyerekeket, azt minél később kell. Tehát a fiatal felnőttekkel, tehát 14 év fölötti korosztályt célozza meg elsődlegesen, és hát reméljük, hogy minél több gyerek jön majd ide az a kollégiumba. Egyébként ez egy nagyon jó sportág a tekintetben is, és ezt tapasztalatból mondom, hogy beszívja a gyerekeket, tehát a labdarúgáshoz hasonlóan, mert nagyon izgalmas a gyerekek számára, a fiatalok számára, egy nagy érdeklődést a számot tartó sportág, nem tudom, mennyiben tudja ezt igazolni. Igen, bár kicsiktelen az elmúlt időszakban csappant a boxnak a bázisa, hiszen nagyon sok más küzdősport jelent meg a box mellett, és hát megint föl kell emelni a boxot, és hát ahogy említettem az elején, mi magyarok büszkék vagyunk az ökölvívó hagyományainkra, van hova fordulni, és azt látjuk, hogyha egy picit ez a sportág tud fejlődni, tehát modern létesítmények jönnek létre, akkor a gyerekek is a box fele fordulnak, hiszen a bunyónak van valami ősi hangulata, és hát sokan szeretik képezni magukat, és egy összetett sport, tehát egy nagyon sokféle képességet igénylő sport, és hát ilyen remek vezetőkkel, mint Madár, én azt remélem, hogy nagyon sok gyerek jön majd az akadémiára. Jó a hagyomány, és most jó a lehetőség. Nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a lehetőséget.